elköztük Kozma Éva az előadására, aki környezetvédelmi vegyésztechnikus és termékfejlesztő mérnök. Három gyermek édesanyja, elkötelezett környezet és embervédő. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület, a MIAKŐ alapítója. Elsődleges céljuk a Debrecenbe tervezett kínai akkumulátorgyár megépítése elleni tiltakozás volt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt lehetek. Meghívott bennünket, és előre is elnézést kérek mindenkitől, ugyanis én egy kivetítővel készültem volna, ami nem jött össze, nagyon szép grafikonokat hoztam, ezeket a grafikonokat majd megpróbálom kézzel, lábbal elmutogatni, illetve engedjék meg, hogy közben én itt a számítógépen lapozgassak, mert a helyzet az, hogy olyan vagyok, hogyha bekapcsolnak rajtam egy gombot, az akkumulátor gyárról körülbelül reggelig tudok beszélni, nem biztos, hogy örülnének neki, és hogy körülbelül egy logika mentén haladjunk végig. Megpróbálom akkor így önöknek összefoglalni, amit hoztam. Ugye itt a akkumulátorgyár a haláli szomszédom, tehát az akkumulátorgyár halálos számairól szeretnék önöknek beszélni. És engedjék meg akkor, hogy próbálja meg fölvázolni, hogy hol helyezkedik el Mikepércs. Debrecen alatt tulajdonképpen lefelé déli irányba egy 12 kilométerre. Van egy 8 kilométer Debrecen és Mikepércs között, ahol ez a déli ipari park elterül, vagy déli gazdasági övezet, DGÜ-nek nevezzük, mi a Dögöly megnek szoktuk nevezni. Ebben a déli gazdasági övezetben ugye a CATL, vagy Cattle, vagy bárhogy lehet hívni ezt a kínai akkumulátorgyárat, fog 221 hektáros területen elterülni. Itt három üzemet terveznek egymás mellett egyszerre felépíteni. De nem csak magával az akkumulátorgyárral, hanem az azt kiszolgáló egyéb gyárakkal is probléma van, ugyanis készülni fog még egy szeparátorfóliagyár, ez a Semcor, illetve az Eco Pro, itt egy-kettő, ezt nem is tudjuk, hogy hány csarnok fog épülni, de itt is egyszerre valószínűleg már kettőt húznak föl katót gyár néven. Ez úgy kell elképzelni magát az akkumulátort, hogy hogyan épül föl, hogy van egy anód, egy katód, köztük van egy szeparátorfólia, és ezt helyezik bele egy házba. Most nagyon sematikusan kell elképzelni ezt az ábrát. És itt az északi gazdasági övezetben lesz még pár egyéb hajtásláncot, vagy egyéb ilyen dolgokat gyártó üzem, de a legdurvábbak ezek lesznek a CATL, a Semcorp és az EcoPro, ugyanis ezek fognak a legveszélyesebb anyagokkal dolgozni. Mind ugye a zöld átállást szolgálja. Azt azonban tudni kell, hogy a zöld átállás, tehát a zöld autó mitől zöld, az tulajdonképpen attól zöld, hogy milyen energia van beletöltve. Hiszen amíg elkészül ez a zöld autó, nagyjából a karbon lábnyoma nem sokban különbözik egy hagyományos autótól. Onnantól kezdve, hogy milyen energia van beletöltve, onnantól függ, hogy valójában zöld-e az a zöld autó, vagy nem zöld. Itt szintén egy ábrát hoztam volna, de képzeljenek maguk elé egy-egy almát. Az egyik alma a szép piros, és egy nagyon-nagyon picike szelet zöld van benne. Ez egy norvég alma, és a sok piros része a norvég almának, az mind vízenergia, esetleg nap, vagy egyéb valóban zöld energia, amíg a magyar alma, az körülbelül fordítva van, és ennek a magyar almának a zöld csíkja, az tevődik ki ezekből a nap, szél, ugye a szél az a legkevesebb Magyarországon, viszont ami Magyarországon a sok pirosat kiteszi, az tulajdonképpen
a paksi atomerőműből jönne, és itt nem véletlen az a lobby, ami az atomerőműnek az energiáját próbálja kizöldíteni, hiszen a zöld autógyártás csak akkor tud tényleg zöld autógyártás lenni, hogyha elismerik, hogy az atomenergia az zöld, ugyanis abból lenne feltöltve a magyar akkumulátor. Ugyanis a déli ipari park teljes elektromos ellátásához szükséges összes energia az 740 megawatt, ami azt jelenti, hogy a paksi atomerőmű egyes blokkjának a teljesítménye az 517 megawatt. Tehát azt látni kell, hogy mennyi energiát el fog vinni csak ez az egy ipari park. Ugyanis a csak maga CATL energia igénye az 40 gigawatt akkumulátor kapacitás gyártásához 700 gigawatt elektromos áram évente és 1000 gigawatt óra földgáz égetése évente. Tehát ugye ezt így nehéz akkor zöldnek nevezni. Azt pedig hadd emeljem ki, hogy ebből kifolyólag a CATL-nek, és ebbe majd mindjárt belemegyek egy kicsit részletesebben, a széndioxid kibocsátása az 507 ezer tonna. 507 ezer tonna per év. Debrecennek, tehát az egész a városnak a széndioxid emissziója 2019-ben az 1.029.221 tonna volt, amit a város tervez ugye zöldíteni, okos város, és lecsökkenteni 2030-ig 581.700 tonnára. Hasonlítsuk akkor össze, tehát ami a terv, az az, hogy 581.700 tonna legyen a széndioxid emissziója Debrecennek, de csak a CATL az 507.000 tonna széndioxidot fog évente. Tehát hol zöld ez már megint? Tehát, hogy itt is már elcsúsznak ezek a számok. De hogy miből is jön össze ez az 507 ezer tonna per év a kazánokból, itt 288 ezer tonna per év, a kapcsolódó forgalomból. Nagyon-nagyon fontos, hogy ez a sok alapanyag, amiből készül ez a rengeteg akkumulátor, az 365 kamionon fog érkezni per nap. Hogyha kiszámolják, ez 4 percenként egy kamion. Éjjel-nappal érkezni fognak a kamionok. A villamos energiafogyasztás miatt pedig 1690 tonna per év. Ezt Debrecen városa úgy próbálja ellentételezni, hogy elindított egy ültessünk 10.000 fát programot, ez 38 tonna széndioxidot fog megkötni, illetve egy véderdősítés programot, ami az első 10 évben 134 tonna széndioxidot fog megkötni, ami azt jelenti, hogy a két program összesen a 172 tonna per év széndioxidot fog megkötni. Hasonlítsuk ezt megint csak össze az 507 ezer tonna per évvel. 49 légszennyező pontforrás óránként 1,5 millió köbméter füstgáz, szennyezett levegő kibocsátás, ami keveredni fog párával és üvegházhatással. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hatalmas nagy hűtőtornyok lesznek, 27 méter magas hűtőtorony. Ugyanis az akkumulátor gyártás az egy nagyon nagy vízigényes, nagyon nagy vízigényű gyártási folyamat, mert nagyon hamar fölmelegszik, nagyon robbanásveszélyes, nagyon tűzveszélyes ezekkel az anyagokkal a foglalkozás, ezért folyamatosan hűteni kell. Tehát a rengeteg víz az ide fog menni, de ennek a rengeteg víznek a 80%-a el is fog párologni. Páraként fog a nagy hűtőtornyokból kijönni, és ez a pára viszont már szennyezett lesz, tehát szennyezett lesz oldószerekkel, illetve szennyezett lesz nehézfémekkel és különböző anyagokkal. Mik ezek az anyagok? Mik ezek a mérgező anyagok? De elsősorban a lítium. Mit okoz a lítium? Remegés, hasmenés, koncentráló képesség elvesztése, perifériás idegbántalom, szívizom problémák. Big Bag zsákokban bekeverve fog érkezni egy MNC nevű anyag. Mondom, hogy mi ez az MNC nevű anyag.
mangán, nikkel és kobalt keverék. De ezeket úgy kell elképzelni, hogy ezek a tengelyen fognak érkezni. Tehát azokban a 4 percenként érkező teherautókban, amiket akkor említettem. A mangán neurológiai rendellenességeket, remegés, izomgörcs, agresszivitás, a nikkel, rákkeltő, bőriritáció, hólyagosodás, duzzanatok képződése, szemkárosodás, a kobalt, szem, bőr, tüdő és szív problémákat, illetve látás és hallásvesztés, valamint pajzsmirigy alulműködést okoz. Ha belegondolunk, hogy Bátonyterenye, Göd, Vecsés, Abasár, Iklád, Szigetszent, Miklóson milyen problémák merültek föl, látni kell, hogy ide olyan elhasznált akkumulátorokat is leraknak, ami nem volt bejelentve. Tehát nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy lesznek ezek a települések, ahová előre bejelentették, hogy hol lesznek az akkumulátorgyárak, vagy a szeparátorfólia, vagy katódgyárak, amik mind ugyanilyen veszélyes anyagokkal foglalkoznak. Látni kell, hogy ezeket a veszélyes anyagokat vasúti úton és tengelyen is szállítani fogják. Tehát bárhol találkozunk vele az országban, illetve vagy illegálisan, vagy legálisan ezeket az elhasznált akkumulátorokat össze fogják gyűjteni, és le fogják őket helyezni. Nem biztos, hogy tudni fogjuk, hogy a szomszédunkban van ez a telep, vagy sem. Tehát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy azért országos már, ami a kő tiltakozása, mert bárhol az egész országban előfordulhatnak ezek a problémák. Az NMP-vel van az egyik legnagyobb probléma, ugye ez a magzatkárosító anyag, ami nemzőszervi problémákat okoz, ez állatokon is igazolva volt, ez egy oldószer, illetve dialkilkarbonátok, itt fejfejes szédülés, hányinger, hányás eszméletvesztést okozhat, illetve egy hexafluorofoszfát, ez a lítium hexafluorofoszfát, ez bőr és szemirritációt okoz, valamint roncsolja a felső légutakat, és bőrön át is felszívódik. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ez bőrön keresztül is föl tud szívódni. Itt az engedélyezési anyagok alapján ezeknek a veszélyes anyagoknak a kezelése az előírásoknak megfelelően fog történni. Ettől függetlenül tudjuk, hogy az előírásokat nem feltétlenül tartják be. Tehát láttuk, hogy Szent Miklóson sajnos már 2 ember is meghalt. Tudjuk, hogy volt Bátonyterenyén olyan ellenőrzés, hogy kimentek, és maguk az ellenőröknek volt hólyagosodás a bőrén, torokkaparás, tehát ki kellett jöjjenek, mert olyan szinten voltak megfelelően tárolva ezek az anyagok. Miből lesz a vízpára, ami ki fog távozni ezekből a nagy hűtőtornyokból? A CETL vízigénye 15.600 köbméter per nap elméletileg. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sokféle információ megjelent már. Itt volt olyan információ, ami 2 napot élt meg, ami azt jelenti, hogy 2 napig volt elérhető egy bizonyos honlapon. Ez akkora vízigényt jelentett, ez 45.000 köbméter per napot, amekkora magának Debrecennek is a vízigénye. Ez 2 napon belül eltűnt, ez a vízigény, majd folyamatosan egyre kevesebb vízigény jelent meg, illetve lebegtetik ezt a vízigényt, tehát azt mondják, hogy 3300 köbméter per naptól 6000 valahány száz köbméter per napig, attól függ. Attól, hogy mitől, ezt kikértük a CETL-től, tehát a Miakő az levelet írt a CETL-nek, és kértük, hogy ezeket az adatokat adják meg pontosan, hogy várhatóan hány nap lesz az, amikor a magasabb vízhasználat fog megtörténni, illetve mitől függ az, hogy magasabb lesz a vízhasználat. Erre csak masszatolás volt a válasz, nagyon kevés ilyen nap lesz. Na most a 365 napból a 2 is nagyon kevés, a 22 is, de még a 122 is kevés nap. Tehát ezt így nem lehet meghatározni pontosan. Ez a pára akkor, amint említettem, ami el fog távozni, ez jelentős és oldószerrel is szennyezni fog, üvegházhatást fog okozni, illetve a mikroklímán is változtatni fog. Arról nem is beszélve, hogy télen olyan hóesést tud okozni, ezt ipari hóesésnek nevezik, amikor már eleve a hópelyhek szennyezettek, ugye ezekkel a nemes fémekkel, illetve ezekkel az oldószerekkel, amik ugye már fölolvasott hatásokat fogják
jelenteni. Hogy merről fúj a szél? Itt egy szélrózsát képzeljenek maguk elé, és azt kell látni, hogyha a szélrózsát elképzelik, hogy alapvetően két irányba fúj a szél, Debrecentől Mikepécs Delecske-Sáránt felé, az év egyik felébe, majd a másik felébe, körülbelül visszafelé. Tehát aki itt azt képzeli, hogy nem fog kapni a lecsóból, az el van varázsolva, mert mindenki igazságosan kapni fog a finom kis ipari hóesésből és a szennyezett párából és a szennyezett levegőből. Hogy mit fúj a szél, ezt ugye a szállópornak nevezett részecskéket, ezt három mértékegységbe szokták felosztani. Úgy kell elképzeljék, hogy egy hajszálat, hogyha nagyon sok kis részre felosztunk, annak is a legkisebb része az emberi hajnak az 50-70 mikronnyi átmérőjét is még föl tudjuk osztani, és ebben van egy PM10 nevezetű, itt a por, pollen, penész, a PM2,5, itt égés termékeket, szerves anyagokat, fémeket kell elképzelni, illetve a PM1-et, ezek már vírus nagyságúak ezek a részecskék, és ezeket folyamatosan mérik egyébként, és lehet is mérni, és érdemes is mérni, ugyanis a PM10 az bejut a tüdőnkbe, a hörgőket, a légcsöveket irritálja, és hosszú távon megbetegít. A PM10 forrásai maguk az égetések, illetve a CETL engedélyében, tehát az anyagában szerepel az, hogy a PM10-zel együtt lehet mérni a nikkel, mangán, kobalt, tehát ugye ezt az NMC anyagot. Az EU-ban a PM10 napi határértéke az a környezeti levegőben 50 mikrogram per köbméter. Ezt naptári évenként legfeljebb 35-ször lehet úgymond elérni, de az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint az éves határérték az 20 mikrogram per köbméter kellene, hogy legyen. Ettől még sokkal veszélyesebb a PM2,5, ugyanis ez az erőművekből és számos ipari folyamatból származik ez a PM2,5, és ez a tüdőből a véráramba is bejuthat. Tehát annyira kicsi, hogy a véráramba bejutva, itt a keringési rendszeren keresztül pedig bárhova eljut a szervezetben, és a nagyon súlyos elváltozásokat okozhat, akár szívizomgyulladás is, de bármilyen gennyes gócot is tud kelteni. Tehát nagyon oda kell figyelni ezekre a szennyeződésekre. Itt hoztam egy térképet Kínáról, és Kínát, ha ketté osztjuk, akkor az a része, amelyik az óceán mellett fekszik el, az PM2,5 szennyezés szempontjából már elég vörös. Azért nagyon fontos, mert itt sűrűbb is a lakosság, és az ipari területek is sokkal sűrűbbek, illetve bármit hoznak a folyók, azok ugye az óceán felé folyva itt ülepítik le a szennyeződéseiket, és az elmúlt években beismerte, tehát 2013-tól beismerte a kínai kormány, hogy rákos falvak, tehát egész falvak alakultak ki Kínában, és ezt a mérgező és veszélyes fennyi szennyezés ugye számos környezeti katasztrófához vezetett, és ez komoly egészségügyi és társadalmi problémákat okozott. Ez segítette a rákos falvak kialakulását, fogalmazott a kínai környezetvédelmi minisztérium. Itt fölhívnám a figyelmet arra, hogy Kínában van környezetvédelmi minisztérium, Magyarországon per pillanat nincsen környezetvédelmi minisztérium. Ha megnézzük a rákos falvak elhelyezkedését, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen teljesen lefedi ezt a PM2,5 szennyeződést. Tehát ahol a legmagasabb a PM2,5 szennyeződés, ott alakultak ki ezek a rákos falvak. A rákos falvak elnevezés azt jelenti, hogy tulajdonképpen itt már minden harmadik, negyedik ember sajnos rákban betegszik meg és halálozik el. Tehát, hogy nincs olyan család, ahol ne lenne ilyen betegség vagy ilyen probléma.
Itt, amit sajnos szintén nem tudok megmutatni, az egy nagyon-nagyon fontos ábra pedig, ugyanis ezt a PM2 és felett lehet mérni különböző eszközökkel. Egyébként hadd mondjam el, hogy a Mikepércsi anyák is tervez egy ilyen eszközt, ami olcsóbb, mint ami most a piacon kapható, és azt tervezzük, hogy amellett, hogy mérni lehet majd ezt a PM2-t, megpróbálunk minél többet elhelyezni a szélrózsa minden irányába, mert akkor így látható, hogy ezek a PM2 és felett honnan, tehát egyértelműen behatárolható, hogy mi a forrása ezeknek a szennyeződéseknek. Hadd mondjam el, hogy Bátony terenyén is, vagy Bátony terenye környékében is van egy ilyen mérőeszköz, aminek megtaláltuk a diagramját, és ez nagyon szépen láttatja, hogy aznap, amikor megtörtént a robbanás, ami alapján azt nyilatkozták először, ugye, hogy semmilyen káros anyag nem került a levegőbe, itt egy nagyon éles, tűszerűen kilőtt a levegőbe, és itt legalább egy ilyen 200 fölötti mikrogram per köbméter, nem 20, nem 50, nem 100, 200 fölötti PM2 és feles szennyeződés terítette be a környéket. Mi okoz még veszélyt ezeken a szennyező anyagokon kívül? Tulajdonképpen az is, hogy mindent lebetonoznak. Mindent tulajdonképpen be fog borítani ez az acél, ez a lemez, ez a beton, és a helyzet az, hogy a hőhullámok és forró napok számának a növekedését, az, hogy nem tud kialakulni hősziget, hanem minden le van betonozva, ez nagyon jelentősen tudja befolyásolni. Csináltak a Győri Ipari Parkban, tehát ahol az Audi helyezkedik el, egy olyan méréssorozatot, ahol Győrben szintén van egy nagy városi erdő, nem tudom, hogy ki mennyire ismerős Debrecenben, Debrecenben Nagy Erdőnek hívják, Győrben ezt Püspök Erdőnek hívják ezt a részt, és ez az erdő rész alkot egy hőszigetet, ami azt jelenti, hogy ugyanazon a napon, amikor a Püspök Erdőben 23 fok van, akkor azon a napon az ipari területen, tehát itt a lebetonozott és szürke részen 43 fok van. Tehát ez azért nagyon-nagyon jelentős különbség. Valóban az erdő és a növényzet az egy hűsítő, egy hőszigetként tud fellépni, és azt is látni kell, hogy ezek a hőhullámok, amik egyre gyakoribbá válnak, ezek ugye a halálozások gyakoriságának a növekedését is eredményezhetik. Itt ezek is nyilvánvalóan a leggyengébb szervezetekre vannak hatással, az idősekre és a gyerekekre. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni azt, hogyha valaki egy ilyen gyár mellett lakik, és szívja azt a levegőt, amit kibocsát a gyár, minthogyha mindenki 3 szál cigarettával többet szívna el egy nap. Akkor is, ha nem dohányos, akkor is, ha csecsemő, akkor is, hogyha nyugdíjas, ez a 3 szál cigaretta, ez lehet, hogy aznap nem fog senkinek problémát okozni. De ha minden nap megtörténik ez a 3 cigarettányi probléma, akkor el lehet képzelni, hogy ezek a csecsemők, ezek az idősek, illetve hogyha éppen hőség van, hogyha egyébként jobban meg van viselve a szervezet, milyen nehezen reagálnak rá, és milyen komoly egészségügyi problémákat tudnak okozni. Mit tudunk tenni erre, ugyanis elég komoly szorongás válasz lép föl az emberbe, amikor olvassa ezeket a tanulmányokat, amikor ezek az információk ráfolynak az emberre, de tulajdonképpen egy ilyen média függést is tud okozni, de tudja azt is, hogy befelé fordulunk, egy bénultságérzetet is tud okozni, illetve szintén azt is, hogy földbe dugjuk a fejünket, és azt mondjuk, hogy nem foglalkozunk vele. Ezt a tétlenség sárkányainak szokták nevezni a pszichológiában, ami eluralkodik az agyunkban, hogy hogyan is reagálunk ezekre. Könnyebben figyelünk az itt és most problémáira, tehát körülbelül azzal utasítjuk el, hogy
én, hát miért pont én csináljak valamit? Miért pont én reagáljak rá? Miért pont én tegyek? Nekem annyi sok dolgom van. Én nem érek rá. Csinálja valaki, tiltakozzon valaki más, aki jobban ráér. Aztán a kedvencem az az álcselekvések, a kommentek, a fotelhúszárság, amikor mindenki jól beírja a tutit, ő mára megtette, amit tenni kell, ő már beírta, hogy hogyan kell a világot megmenteni, hát tehető arról, hogy itt mindenki béna, hát ő megmondta, hogy mit kell csinálni. Aztán itt van még a tudás puszta hiánya, tehát nem tudja egyszerűen, hogy mik a pontos információk, nem tudja, hogy mit is lehetne tenni, vagy ezeknek a szándékos figyelmen kívül hagyása. Aztán van a túlzott optimizmus. Itt a megváltó technológiába vetett erős bizalmat, a techno-optimizmus szoktam fölhozni. Tehát eddig is megoldottuk valahol, a tudomány az csodálatos, ezentúl is meg fogja oldani, mi emberek, mi mindent túlélünk, mi ezt is túl fogjuk élni. Van a példaképek hiánya, vagy erodálása, tehát miért is csináljam én? Hát a kis grofó sem kötelezte még el magát, vagy nem is tudom, tehát itt a Sakira is inkább válik, ahelyett, hogy ezzel foglalkozna, pedig hogyha ő foglalkozna vele, akkor én is, tehát követném. Tehát, hogy ezeknek a hiánya is okozhatja, illetve az, hogy egyedül nem tudok eleget tenni érte, nehéz az árral szembe cselekedni, egy fecske nem csinál nyarat, hát itt azt tudom mondani, hogy de egy fecske is tud nyarat csinálni, mindenképpen kezdjük el azzal, hogy foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, mert a pillangó effektus biztos mindenki ismeri, vagy mindenki hallott már róla, hogy a pillangó meglibenti a szárnyát a föld egyik felén és a másik felén esetleg tornádót okoz. Én bízvást állíthatom, hogy ez működik, és akkor a tétlenség sárkányaival szemben akkor a cselekvés méhecskéi, tehát hogy mit is lehet tenni ezek ellen. Nagyon fontos, hogy volt egy olyan tanulmány, amely kimutatta, hogy az egyéni cselekvések, a globális kibocsátás akár 40-70%-kal is csökkenthetik az évszázad közepére, nyilván amennyiben ezt rendszer szintű változások is segítik. Itt a rendszer szintű változás alatt visszakanyarodnék arra, hogy zöld átállás-e ez, amit mi zöld autónak nevezünk, és aminek a fényében akkumulátor nagyhatalom akarunk lenni, vagy nem zöld. Hiszen itt egy technológiai átállásról van szó, amiről itt nyugodtan kijelenthetjük, hogy Magyarországon nincs megfelelő energia, nincs megfelelő alapanyag, nincs megfelelő dolgozó emberanyag, aki dolgozzon ezekben a gyárakban. Itt, ami van, az tulajdonképpen egy környezet és víz. De hogyha mi a vízünket odaadjuk ezeknek a gyáraknak, és nem azzal foglalkozunk, hogy hogyan tudjuk megtartani őket Magyarországon. Látni kell, hogy Mária Terézia kora óta Magyarország azzal foglalkozik, hogy ezt a rengeteg vizet, mert valóban sok víz érkezik Magyarországra, hogy ezt mind kiengedjük, és minél hamarabb túl legyünk rajta. Ezeket a vizeket meg kell tartani, de bízvást mondhatom, hogy nem az akkumulátorokban kellene megtartani ezt a rengeteg vizet, vagy nem szennyező anyagként kellene kipárologtatni a levegőbe. Tehát nézzük akkor, mit is tudunk tenni, mit tudunk egyáltalán olyan cselekvésként megjeleníteni, ami hason is. Keressük és osszuk az információt. Elnézést! Vitatkozzunk, ne veszekedjünk, vitatkozzunk. Az egészséges vita az mindig nagyon jót tesz, és nagyon fontos, hogy olyan érveket tud az emberek, köszönöm szépen, olyan érveket tud az embereknek a szájába adni, amit nagyon sokszor
nem tudják megfogalmazni, hogy hogyan tiltakozzanak. Tehát mond valaki valamilyen állítást, és érzed, hogy ez nem megfelelő, csak nem tudod megfogalmazni, hogy miért is nem megfelelő ez. A viták során ez nagyon szépen egyébként ki tud bontakozni, és nagyon szépen megtalálod te is az ellenérveket, amikkel úgymond tudsz vitatkozni. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon fontos, hogy számolgassunk, adjuk össze, mérjük meg. Megjelennek ezek a tanulmányok, és különböző vízmérlegek vannak benne, szét vannak forgácsolva. Adjuk össze őket. Mindjárt megjelenik, hogy hát azért nem olyan kevés ez a víz. Valahogy nem jön ki a matek. Csak annyit használnak föl, mint mondjuk Debrecen. Honnan lesz akkor az a víz? Gondolkodjunk rajta. Nagyon fontos, hogy hallgassunk nagyanyáink józan paraszti eszére. Gondoljuk végig a folyamatokat. Nem kell, nem tudom milyen szakértőnek lenni ahhoz, hogy megértsük. Bemegy, kijön, nagyjából ennyi. Józan paraszti észsel is látható, hogy van értelme, vagy nincs értelme. De maga a puszta cselekvés is örömöt okozhat, jobb egészséget is okozhat, nem csak fizikálisat, hanem mentálisat is. Itt megint csak a fotel huszárságot hozom föl, hogy ne a fotelből osszuk az észt. Járjunk elő jó példával, mutassuk meg, hogy mit is lehet tenni, akár mi influencerek is lehetünk, és nyugodtan szervezhetünk közösséget is magunkból, vagy már meglévőhöz is csatlakozhatunk, ha pedig megjelenik valamilyen petíció. Írjuk alá. Nem azon az 5 percen fog múlni, de igenis fontos, hogy te is írd alá. Hogyha van egy tüntetés, valami mellett kiállás, menj el, állj ki. Mindig lesz mindenkinek fontosabb dolga. De hidd el, az, hogy egy közösséghez tartozol, az, hogy egy ügy mellé teszed magadat, az életedet is jobbá teszi, és tényleg mentálisan is sokkal jobb és egészségesebb lesz. Csak ezt tudom mondani, és nagyon szépen megköszönöm, hogy így nagyjából figyeltek ezekre a számokra, igyekeztem nem unalmasan mondani, és ha még maradt idő, akkor bárkinek van bármilyen kérdés, akkor nagyon-nagyon szívesen válaszolok rá, hogyha belefér a műsorba. Kérem, hogy várjátok meg a mikrofont a felvétel miatt. Köszönöm szépen, szia, üdvözöllek, Gurabi Ági vagyok, aki még nem ismer, sokan ismernek. Az lenne itt a nagy kérdésem, és ez a nagy feladat egyébként, hogy összefogni. Tehát ezt így nem fogjuk tudni. Gondolom mindenki meg akarja akadályozni, hogy ez, ami itt elhangzott, megtörténjen. Emelje fel a kezét az, aki ezt nem szeretné, hogy mi aksigyárnyat nagy hatalom legyünk. Nyugodtan a kezét. Azt hiszem, ez nem szeretné. Igen, ennyi. Na, erről van szó. Tehát, és nem csak önök, hanem ennél sokkal több ember gondolja így. Én azt szeretném kérdezni tőled, és ha itt van valaki más, akkor válaszolhat, hogy van-e valamiféle országos összefogás? Tehát indul-e, szerveződik-e, mert nagyon-nagyon kellene. Mi elkezdtünk a Nemzetegyesítő Mozgalom nevébe egy petíciógyűjtést, mi beadtunk a kormánynak is előtte két nagyon komolyan, egy termőföldvédelmit meg egy semlegességit, ott szépen le volt nekik írva, hogy miért nem jó ez nekünk, és ennek a folytatásaként lakossági aláírásgyűjtést országosan, hogy nem tudom, ebbe is tudnátok-e segíteni, és van-e itt valaki, aki ebbe be tudna szállni, be tudna segíteni, szeptember végéig gyűjtjük. Tehát minden érintett települést el kellene érni, a gyűjtés köré lehetne szerveződni, ott mindenki tudna egy ilyen kis csapatot, akár Facebookon, de élőben is szervezni, és ezeket össze kellene fogni. Tehát ez csak úgy lehetne én szerintem leállítani, hogy egy országos, nagyon kemény és nagyon szervezett ellenállással, amire a kormány nem számít, hogy meg tudjuk-e tenni, és ha igen, akkor hogyan. Köszönöm szépen. Igen, itt hadd emeljem akkor ki, hogy van egy Facebook oldalunk, amin már hát legalább 15 000 ember bejelentkezett. Ez egy zárt csoport.
ebben folyamatosan megosztunk minden információt, itt cikkektől kezdve eseményekig, minden folyamatosan fönt van. Ez a Volt egyszer egy Debrecen, zárójel a Kugyár oldal, ide bárki beléphet, illetve a Mikepércsi anyáknak is van Facebook oldala, itt is szintén meg szoktuk osztani ezeket a dolgokat, viszont itt előfordul, hogy ahogy görget az ember, vagy megjelennek ugye a friss hírek, lecsúszik róla bárki. Egy stopakugyar.hu weblapot is elindítottunk, ez még elég friss és ropogós, viszont itt már akkor elindult az összefogás, ugyanis Iváncsa, Göd, Győr, Nyíregyháza, folyamatosan csatoljuk be ezeket a városokat, ezekkel a városokkal fölvettük az ott megalakult kis csoportokat, kis magokat, akik elkezdtek az ottani bejelentett akkumulátorgyár ellen tiltakozni, úgyhogy igen, ez elkezdődött, de nagyon szépen kérek mindenkit, hogy csatlakozzon, lépjen be erre az oldalra, nézze folyamatosan, igen, tüntetést is fogunk szervezni, országosat is, erről még nem tudok többet elmondani, de az oldalon biztos, hogy fönt lesz. Tehát nyugodtan a Mi a Kő oldalán, Facebook oldalán, illetve ezen a honlapon, vagy a nagy akkumulátorgyár ellenes csoportba is, bármelyikbe, vagy akár mindbe, hogyha belépnek, mi folyamatosan dolgozunk ezen, szervezzük a közösséget, jogi úton is próbálunk minden engedélyt megtámadni, per pillanat Debrecen önkormányzatát pereltük be, ugye eléggé érthető módon. Szóval igen, szervezzük az összefogást. Az látni kell, hogy az összefogás az sajnos nem így működik, hogy megfogjuk egymás kezét. Bárcsak így működne, mert azt hiszem, akkor itt most mindenki megfogná a másik kezét, hogy tegyünk gyorsan valamit, de én kérem, hogyha ez így jelképesen is, akkor így az interneten keresztül megtörténik, akkor próbáljuk meg így megtenni. Nem tudom, hogy van-e még esetleg ezzel kapcsolatban kérdés, vagy az akkumulátorgyárral kapcsolatban. Semmilyen párt nincs, itt csak civilekről van szó, semmilyen párt nincs. Itt hadd hangsúlyozzam azt ki, hogy el szoktunk menni pártrendezvényekre. Tehát úgy vagyunk vele, hogyha egy párt tiltakozik az akkumulátorgyár ellen, megyünk mi is tiltakozni. Csak a szennyezés ellen tiltakoznak, a földet el lehet pusztítani, az no problem, lehet, jár, csak ne szennyezik. De nincsen, tehát nincsen mögöttünk párt, mi civil szervezetekkel fogunk össze. Tehát az összefogás, azt így értettük. Üdvözlök mindenkit, lenne egy kérdésem, én hozzájutottam egy záró információhoz, miszerint az egyik magyarországi helységben előkészületben van ilyen gyárnak a telepítése, és akkor ezzel mit lehet kezdeni, amit még nincs megerősítve, de már kezd terjengeni. Itt csak azt lehet csinálni, hogy nagyon alaposan, akkor ennek a forrásnak is utána kell menni, illetve ki kell kérni azokat az adatokat, tehát itt már ipari park van? Vagy még csak most fognak ipari parkot csinálni? Tehát ezeket az információkat be kell menni, és le kell kérni, hogy kinek a nevén van a terület. Kínai néven van már a terület. Ez hol van pontosan? Tudjuk esetleg? Hogyha így nem akarja, majd jöjjön oda, ami a kössátorhoz, és akkor megbeszéljük, akkor így nem sok szem közt, hanem csak négy szem közt, jó? Lenne még itt egy kérdés. Hatósági ember, aki évtizedeken át dolgozott ebben, és tudna néhány ötletet mondani, hogy mit kellene tennünk. Szuper, örömmel várjuk. Mindenki szakértelmére szükségünk van. Köszönöm szépen a szót. Szándi István, Békés megyében születtem, és most Balaton mellett vagyok. Rövid a múltam, tehát 10 évig kiemelt hatóságként dolgoztam Békés megyében, ahol a másodfoka minisztérium volt. Ebből az államigazgatási tapasztalatból szeretnék mondani, ami nagyon könnyen teljesíthető, az áldozatoknak, tehát nekünk a népnek, az Isten adta népnek. Tehát miről van szó? Miután Magyarország, vegyük úgy, a mostani Magyarország nevű hálózat rátelepedett a Magyar Köztársaság területére.
tehát nem állam, mert az államnak alkotmánya van, és ez, hogyha így mondom, hogy nem állam, akkor meg kell nézni az igazolványokat, hogy az nem állami igazolvány. Tehát vissza kell adni az okmányirodára. Ez az egyik. Ez nem tudom, hogy világos-e így, hogy olyan okmányokat adott ki ez a hálózat, ami egy embernek nem való. Tehát ezt vissza kell adni. Igen. A másik, hogy én az akugyárnak, tehát úgy kerestem meg a témát, hogy írtam a kínai népköztársaság követségét, nagykövetségére, tértivevényes levelet, amelyben ezt a borzadályt leírtam, hát ennek már több mint két hónapja nincs válasz. Tehát a tisztességes eljárás ki van iktatva. Na most az, hogy a hatóság mit köteles, nincs hatóság, tehát az engedély érvénytelen. Semmis, így van. Már úgy indulnak. Na, és akkor ehhez fűszerként ezt a hazugságot mellé kiderül, hogy ez nem áll másból, mint hogy az emberek megvezetése, hazudozás, és ez azt mondom, hogy a minden idő megcsúfolása a magyar nemzetet érintően, ami nem Trianon 2, hanem Trianon óta folyamatosan megtörténik hazánk területével. És ezért ajánlom figyelmébe, hogy ezt mindenki meg tudja tenni, hogy az igazolványát leadja. Mert az nem embernek való. Tehát ez nem, én nem vagyok személy, hanem ember. Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy jogszabály, hogyha 30 jogszabály a jogban, ha 30 nap, én kérek valamit, mert nekem az jár, és a 30 napon belül nem válaszol az a valaki, akkor tulajdonképpen... Nincs az a valaki. Nem, ezt szeretném megkérdezni, hogy akkor vehetem-e azt úgy, hogy a válasz igen, hiszen ő nem mondta azt, hogy nem, semmit nem mondott. Szóval ezt a jogi csinálat. Tehát hogy van? Tehát itt meg kell nézni, hogy itt egy maffia hálózat van, és nem hatóság. És a maffia hatóság hathatós odáig, hogy ezeket a borzadályokat végig tudja vinni, és ha megnéztem az alaptörvénynek a bevezető részét, már abban belül is van, hogy a tisztességes eljárás, de hát ebből ne induljanak ki, mert maga ez a rész, ez eleve, tehát nem az alaptörvény él, hanem a súlyos, elmebajos zsidó világban kell itt hálózat jog legyen. Tehát ezt így kell érteni, tehát a nép át van bonyolítva. Köszönöm. Mit lehet tenni ön szerint? Tehát az első, így gondolom, hogy a személyigazolványokat vakcinkártyát vissza kell adni, és a hatóságnak, ha van, tehát nincs, kötelessége a helyes okmányokat kiadni. Erre már nincsen idő. Valami más hathatósabb dolog kell. Hát akkor én nem tudom, hogy ez járható út. Ha visszaadják az emberek a személyigazolványokat, akkor sehol nem tudnak megjelenni. Ellehetetlenítődnek. Ezt nem lehet kérni az emberektől. Csak ezt nem lehet kérni. Tehát ennek a sokféle változata van, amit az egyik, hogy a tárgyilagos alapján, de ez is tárgyilagos, ez államigazgatási tárgyilagosság, ami nincs. Tehát a népet nem lehet félrevezetni, de ha a nép bemegy ebbe a hálóba, akkor kínlódni fog, és a végén meg fog törleni, vagy betegíteni. Levelet kellene írni, tehát valaki, aki ezt szakszerűen meg tudja írni, a levelet szétdobni, és az emberek egyenként adják föl, akár tértivevénnyel, és akkor a Facebookon is nyilvánosságra lehet hozni a levélnek a tartalmát, és akik ezt beküldik, és a válaszokat várni, és nyilvánossá tenni a válaszokat. Egy nagyon fontos. Nekem valaki azt mondta egy éve, hogy a rendőrkapitányságok
KFT-ként, magán KFT-ként vannak beírva a céljegyzékbe, és én egy párat megnéztem, és valóban így van. Szóval a megyei rendőrkapitányságoknak egy KFT van a végén. Ezt valaki megvizsgálhatná, ez az egyik. A másik pedig az alaptörvényünk az olyan, hogy a nép felhatalmazását azért alaptörvény és nem alkotmány, mert nem kapta meg, mert a parlament önmagára nézve nem alkotmányozhat. Ez azt jelenti, hogy ha a király fogná, én vagyok a király. Na most ilyen nincsen, mert a királyt választják. Igazából ez az alap is hibázik, és ettől a törvénytelenség, vagy hogy jó, vagy igazság, ezt valaki, aki szakértőnek. Igen, hogy jogtalanság, jogosztalanság. Bocsánat, kérünk, de akkumulátor kapcsolatos téma lenne. Köszönöm. Csak egy fél percben, két nappal ezelőtt ilyen zöldbárókkal vacsoráztam együtt, az Alföldön zöldbárók. Kutyaik vannak, tucatszámra kutak, és mondták, hogy évente fél méterrel megy le a talaj víz. Ez annyit jelent, hogy 10 év alatt 5 méteres vízrétek tűnik el Magyarország földje alatt. De most akkor az akkumulátorgyárak honnan veszik a vizet, hogyha a földből eltűnik a víz, Debrecentől 100 kilométerre van a Tisza, nem tudják oda veszetni, a keleti főcsatorna az is vagy 30-35 kilométer. És azt mondták, hogy a szennyvízzel látják el, hát Debrecen lakossága egy év alatt nem pisil annyit, amennyi egy héten kell. Igen, bocsánat, nem tértem ki erre a szennyvízzel való technológiára, azért nem, mert ez egyértelműen kamu. Tehát közadat kikérése révén tudomásunkra jutott, ezt a debreceni vízműtől kértük ki a közadatokat, hogy írják le pontosan azt a technológiát, amivel a szürke vizet megtisztítják, amivel a szürke vizet odajutatják az akkumulátorgyárakhoz. Azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen technológia nincsen, és erről egyértelműen le is írta a debreceni vízmű, hogy nem tud nyilatkozni, sőt, még azt is leírta, hogy ilyen felkérés nem érkezett hozzá. Az engedélyben konkrétan ivóvíz szerepel, a gyárak engedélyében, ráadásul azt is tudni kell, hogy ezeket, tehát ezt az ivóvizet, ami egyébként nagyon jó minőségű és tiszta ivóvíz, még meg kell tisztítani, még sótalanítani kell, tehát ez plusz eljárási díj egyébként, tehát itt el kell felejteni ezt a szürke vizet, ez egy nagyon-nagyon jól hangzó, de egyáltalán nem létező történet itt a szürke vízről, bocsánat, ennyit tudok mondani, úgyhogy igen, itt az, hogy a Tiszából a keletén oda vezetik a vizet, hogy a Tócóba bevezeti, tehát igen, itt ezek működhetnek, illetve a kútfúrás, itt most erről is kértünk ki közadatot. Úgy tudjuk, hogy jelenleg elutasították a kútfúrás lehetőségét, bár azt látni kell, hogy formai okok miatt utasították el a kútfúrást, tehát előfordulhat az, hogy bármikor megint kérnek kútfúrásra engedélyt. Erre ezt tudom mondani. Itt. Kérés. Szabad? Hárosi. Két kérdésem lenne. Köszönjük szépen az oldalt. Az első arra szól, hogy amit várhatóan a nátrium alapú akkumulátor eléri a 200-250 watt per kilogramm fejlesztés során, ez megfelelő alternatíva lehet a mostani sok vegyszerrel szennyezett akkumulátor gyártása mellett. Ez az első kérdésem, hogy lehet-e alternatíva a nátrium alapú, vagyis só akkumulátor. A második pedig, hogy mivel úgy látom, hogy sokan szeretünk, én nem, de sokan szeretnek autóval közlekedni. Ezért a stop mellett esetleg össze lehetne kapcsolni ezt az egész ilyen fórumokat, amiket én is szívesen hallgatok mások, bár nemzeti érzelmű vagyok. És mivel sokan elvárjuk, közalkalmazottok, nyugdíjasok, hogy mégiscsak emelkedjenek a nyugdíjaink, a fizetésünk, az államháztartásnak rendbe kell lenni nyilván, fizetik el az adósságainkat, stb. Ezért lehetséges-e, hogy összekötődjön meg ezek ilyen fórumok, illetve beszélgetések valamilyen alternatívával, hogy
milyen olyan ipari, nyilván elsősorban ipari beruházás lehetne, például motorkocsik gyártással, ide is nyugodtan ókusztaszerre jöhetnék vonattal, nem kell buszra jönnöm, ami sokkal környezetbarátabb, kevésbé szennyező, nyilván felső vezetékről megy. Tehát össze lehetne kötni ezt a két kérdéskört. Tehát a lítium akkumulátor és a ipari beruházások átcsoportosítása, ugyanis véleményem szerint szerintem a kormány is szívesen belemenne bármi olyan beruházásba, ami kiváltaná. Kérdés, hogy az emberek hajlandóak ez. Mellőzi az autót. Igen, nagyon jó kérdés. Ez még egy mondatot mondanék, mint alternatíva, hogy a nátrium akkumulátor nálunk annyira nem játszik, mert nincs tengervíz. Sajnos a tenger határainkat elvették. Viszont van egy másik alternatíva, a Kender akkumulátor, amit a Kenderből ugyanakkor a hatékonyságú, teljesen tiszta technológia, és nem kéne a termőföldeket elvinni, hanem a kiskunyságnak a homokú részébe belerakni a Kendert, amit háromszor lehet aratni, úgy, mint a hétszentség. Nagyon gyorsan építi föl magát, millió dologra föl lehet használni, eddig a háncsot nem tudták semmire használni. Pontosan a háncsát cellulózzá alakítják, és a cellulózba vegyítenek el olyan nem környezetkáros anyagokat, én úgy tudom, amikből az akkumulátor létrejön. És utána, amikor ezt tönkre megy és szétnagyobb, semmilyen káros anyagot nem termel ki. Ezt azért hozzátettem. Energiaberuházásának mennyi? Nagyon jól hangzik. Itt akkor visszakanyarodva bármelyik akkumulátor elkészítésére is, ez a helyzet nem csak szándék kérdése, hanem pénz. Pénz kérdése, és amíg olcsóbb, úgymond, nekünk embereknek valószínűleg nem, de a gazdasági vállalatoknak olcsóbb kihasználni azokat a lehetőségeket, amik adottak mondjuk a déli gazdasági ipari parkban, addig azt fogják választani, vagy azt, ami valakinek ez nagyon megéri, azt tudom mondani. Tehát így tényleg az, hogy milyen alternatíva lesz, tehát lehet, hogy az elektromos autózásé a jövő, de ezek nagyon-nagyon gyorsan változó és fejlődő technológiák, tehát simán előfordulhat, hogy nem a lítiumos akkumulátoré, hanem a só akkumulátor. Tehát nem. Ez a megoldás? Abszolút. Tehát itt azt tudom mondani, hogyha megvan maga a technológia és a technológiai folyamat, és látjuk, hogy mi az anyagmérleg, mi megy ki, vagy mi megy be, és mi jön ki, és az mennyire szennyezi a környezetet, nyilvánvalóan minél kevésbé szennyezőbb, annál jobb megoldás. Tehát, hogyha ebből az irányból kezdeni el nézni az emberiség, hogy valójában neki az sokkal jobban megéri, hogy megmarad az egészséges föld, levegő, víz, nem pedig az, hogy minél kevesebbet teszek bele pénzbe, és minél többet veszek ki, és nem érdekel, hogy kit mérgezek le, és kipusztulnak miatta, addig sajnos ez a szemlélet tarolni fog. Tehát itt nem csak azzal kell összefogni, hogy ne megakadályozzuk, hanem ezt is, hogy ez a szemlélet megváltozzon. A közösségi közlekedés nagyon-nagyon fontos lenne, hogy javuljon. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy amíg egy kisebb faluból napi kétszer jön, megy busz egy nagyobb városba, addig nem tud alternatíva lenni egy olyan családnak, ahol kisgyerekeket kell óvodába vinni, vagy külön foglalkozásra vinni, vagy kell a munkához. Tehát, hogyha megfelelő vasúti hálózat, vagy megfelelő olyan hálózat alakul ki, amit szívesen és könnyen használnak az emberek. Itt gondolok arra, hogyha mondjuk Debrecenből is akár el kell jutni Budapestre, hát ne 3 óráig tartson az út, télen ne fagyjak az ablakhoz, nyáron pedig ne folyjon rólam a víz, mire odaérek mondjuk egy megbeszélésre, hát ez a minimum lenne, és itt most egy elég nagy városról beszélek, nem pedig kicsi falukról. Lenne még itt egy kérdés? Igen. Szeretettel üdvözlök mindenkit, Kassai Kármán vagyok. 75 nyarat megértem már, épületgépész vállalkozóként mentem nyugdíjba, és orvosgazda vagyok. Elég régen tanultam már, lehet, hogy kimaradtam egy-két prospektusból, de én azt tanítottam a szerelőimnek mindig, és orvosgazdaként meg tapasztalom, hogy a széndioxid az nehezebb a levegőnél. Tehát a pince alján gyűlik össze. És gyakorlatilag arra szeretnék, valaki okosítson már föl, hogy kiviszi föl azt a
a fönti légterek persze rengeteg széndioxidot, mert ebből üzlet van, adják, veszik a széndioxid kvótákat. Tehát a lényeg az, hogy ezt nem értem. A levegő széndioxid tartalma 0,04%. Hogy mondjam végig? Tehát a következő dolog az, hogy ezt egy klímahisztériának tartom, a széndioxiddal való dolgot, és ennek a következménye az, hogy most minden áron villanyautókat akarunk. De a másik dolog az, hogy amióta nyugdíjas vagyok, meg már előtte is, én az önellátásra rendezkedtem be, szerencsére van lehetőségem is hozzá. Megtermelem magamnak a tojást, tyúkjaim vannak belvárosban, de mindenem megvan, viszont kinn élek a szőlődombomon. Ott lenne szélenergia lehetősége, van kutam, saját kutam, viszont ha önellátásra és szigetüzemre akarok berendezkedni, mert én nekem meggyőződésem az, hogy előbb-utóbb leválasztanak bennünket a hálózatról, ami nagyon szerencsés lenne, akkor vizet se tudok húzni, tehát valamivel tárolnom kellene az energiát. Tehát a akkumulátor megkerülhetetlen, vagy valamilyen energiatároló dolog. Most a pillanatnyi szint az, hogy ez a lehetőség, én ismerem az orlom akkumulátort, és attól mindenki fogok, de ez az új technológia, kiné nincs itt telefon, mindenkiné van, ott van a zsebében ez az akkumulátor. Mondjon le, hogy ne legyen telefonja, mert ilyen akkumulátort valahol csak gyártani kell. Na, a lényeg az, hogy az önellátásnak alfája és omegája, hogy energiát tudjunk tárolni. Tehát erre kell ez a Kendert, egyébként a Kender szigetelésű házam van, a Kendert imádom és csodálatos növénynek tartom, ez egy zene a fülemnek, hogy létezhet ilyen megoldás. És még egy utolsó mondat, hogy az égiek segítsége nélkül nincs semmi. Na most az égiek a nemet nem ismeri. Ilyen nincs, hogy valaki ellen imádkozok, ilyen nincs, mert az nem megy föl. Tehát mi, amikor valami ellen megyünk, aznak adunk energiát, aki ellen megyünk. Tehát mi itt most egy olyan környezetben vagyunk, ahol a szakralitás is lényeges. Tehát nem lehet menni semmire, alternatívát kell mondani. Ez volt a kérdésem nekem. Én teljesen igazat adok az, hogy ez azok a számokat tisztelen becsülöm, hogy összehozta, de ennek a világnak véget kell lenni. Ennek vége kell lenni, mert nem emiatt, az akkumulátor miatt, hanem egy más miatt az emberiség, ez a civilizáció elhasználta már azt a lehetőségét, amit a teremtőtől kapott. Előtt, ez a Földön már 5 civilizáció volt előttünk. Mi is afelé haladunk, hogy jön a 6. civilizáció. Tehát ez egy részkérdés. És valami ellen soha nem szabad menni, hanem mindig valamiért. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt tudom már más technológiák, amiket nem használunk, el vannak itt holva előlünk. Azt tudom mondani, hogy valószínűleg ugyanarról beszélünk, hiszen mi is megállt akarunk ennek a folyamatnak, tehát amilyen irányba megyünk, és egy más folyamatot szeretnénk, ezért szeretnénk összekapcsolódni, ezért szeretnénk szervezkedni, és egy egyesületet, nem csak egy picit, hanem egy nagy, egy egész országos egyesületet létrehozni, azért, hogy minél jobb irányba menjenek ezek a dolgok. Lehet, hogy most egy kicsit itt a halálossal egy ilyen riogatásos történet, és elég száraz is volt, nagyon szépen köszönöm annak, aki végighallgatta, de azt hiszem, hogy teljesen egy irányba gondolkodunk. Nagyon-nagyon szép. Még egy utolsó kérdés, igen. Illetve még annyit hadd fűzzek hozzá az úriemberhez, hogy az a légköri dolgokhoz, tehát, hogy itt belegondolva abba, hogy a széndioxid mennyire nehéz, a homokszem a széndioxidnál is sokkal nehezebb, de azt is tudjuk, hogy a sivatagból is elhozza a homokot Magyarországra a szél, illetve a légköri dolgok, tehát amikor a piros fóról beszélnek, vagy arról, hogy az eső után le kell mosni az autót, az pontosan ennek a homoknak köszönhető, amit a sivatagból is idáig elhoz. Tehát, hogy sajnos ezeket a szennyező anyagokat bizony nagyon-nagyon messzire el tudja vinni a
a légkör és a szél. Köszönöm szépen, mi a kérdés? Bocsánat, nem kérdés, egy kérés lenne. Tessenek szíves lenni egy tabut, ez a személyes kérésem, a fejekből kidobni. A rendszerváltás után kialakult egy tabu, hogy a Dunán gátat nem szabad építeni, meg a folyókon gátat nem szabad építeni, mert azok szörnyű dolgok. Amit akartam Nagymarosnál, az tényleg szörnyű volt, én 10 évig küzdöttem előtte, de az úr mondta, hogy fél évenként mennyit, vagy évenként mennyit megy le a talaj. Fél méter. Hát többek között ennek az az oka, hogy a Dunán folyókon fent, felső szakaszon megépített gátak visszafogják a hordalékot, az ott felgyűlik, a gát alatt meg süllyed a meder, megy lejjebb a mederszint is, a vízszint is, és a folyó vízszintje határozza meg a környező talajvízszintet. De ezt nem én mondom, ezt már az EU sok milliárd EU-ért 10 éve úgymond monitorozza a folyamatot, tehát a Duna végig süllyed a medre, a vősi gát az utolsó, az alatt végig megy le. Tehát előbb-utóbb nekünk nem Nagymarosnál, hanem valahol másról az Alföldön 2-3 helyen egy olyan gátat kell építeni, ami nem árasztja el a környező ártereket, a környezetet nem teszi tönkre, de a vízszintet a meder szintjéig szabályozza, hogy ott ne menjen le még jobban. És ez valamennyire ezt a vízszintet valamennyire meg fogja fogni, nem teljesen. Ez az egyik, ez csak egy kérés. A másik kérés, hogy... vízgazdálkodás, de az... Igen. Nincs vízgazdálkodás. Most már nincs, igen, azt is újra kell építeni, de más alapokon, más, szóval ne az a sztálinista szemlélet legyen, ami ellen mi harcoltunk. Bocsánat, ide akkor be is hozom, csak hogy válaszoljak erre a kérdésre is ide kapcsolódva, hogy a józan paraszt élszett meg az őseink régi tudását, tehát ide a foggazdálkodásra érdemes esetleg rákeresni és utána nézni, tehát hogy nagyon-nagyon jól megéltek belőle, és igen, amit mondtam, hogy nagyon fontos, hogy ne engedjünk ki ezt a sok vizet, tehát hogy gazdálkodjunk azzal a sok vízzel, ami befolyik a Kárpát-medencébe pontosan. Még egy kérdésem lenne, hogy olyan értelemben is legyünk nyitottak, hogy kapcsoljuk össze a problémákat, mert összefüggenek. Nem csak a környezetet szennyezi el az akkumulátorgyár, hanem rengeteg külföldi vendégmunkást hoznak be. És ugye eddig a kormány vadul küzdött a migráció ellen, illegális migráció ellen, hogy ide idegenek, ne jöjjenek, stb. Most meg a saját bevallása szerint 200-300 000 ázsiai vendégmunkás. Akkor lemaradtam egy szorúskulában, mondják, hogy másfél millió. Tehát ez is egy olyan probléma, hogy nem csak a személyigazolvány, de az egész rendszer most már megérett, hogy úgy mondjam, a reformra, vagy a változáson ez így nem mehet tovább. Hogy Európában a legalacsonyabb, most már második legalacsonyabb a bérszínvonal, a második legalacsonyabb az életszínvonal, aki meg akar élni, el akarja tartani a családját, kénytelen elmenni nyugatra munkát vállalni, és akkor behoznak helyette 1,5 millió rabszolgát Ázsiából. Hát bocsánat, a nyersanyagot Ázsiából hozzák, ott van víz, és ott vannak a rabszolgák, ott kell gyártani ezeket az akkumulátorokat. De most az egész mögött valami olyan meghontolás is húzódik, hogy a kínaiak itt az EU-n belül vámmentesen akarják eladni az akkumulátorgyáraikat, tehát azért akarják az EU-n belül. Az EU-nak meg van egy 800 milliárdos projektje, amire által megadják a magyar kormánynak azt a 800 milliárdot. Ez az elektromos autóra való átállás, tehát emögött van egy nagyon masszív EU-s támogatás. Nem nagyon beszélnek róla, mert közben a kormány vadul küzd ugye Brüsszellel, mert hogy nem kapják meg a pénzt, és azért nincs a pedagógusoknak fizetése, mondjuk 13 milliárd van a tűzijátékon. Most a többiről ne beszéljünk. Tehát amit kérek, és köszönöm szépen a figyelmet, hogy a dolgokat, ha összekapcsoljuk, akkor ilyen tabukat lépjünk át. Például, hogy nem támogatunk, konkrétan most nincs olyan párt, de amelyik esetleg masszívan fellépne az ázsiai munkás, vendégmunkás áradat ellen, akkor azért azt annak ellenőri, hogy az párt, azt azért támogassuk. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Még egy utolsó. Köszönöm szépen, én
még annyit fűznék hozzá, hogy valóban itt a társadalmi problémákat is nézni kell, a közegészségügyi problémákat, itt lehet, hogy hallottak esetleg róla, Mikepércsen is volt egy ilyen családi ház, ahol 60 ázsiai munkás él együtt, ez ellen is éppen fellépett az önkormányzat, remélem, hogy sikeresen. Tehát, hogy valóban itt mindenféle közegészségügyi problémáktól kezdve ez is összefügg ezzel az egész akkumulátorgyárassal. Oké, akkor most én jönnék, lehet, hogy utolsó, lehet, hogy még nem. A következőt szeretném mondani, nagyon szép dolgok hangozanak itt, és három pontban szeretném összefoglalni. Egy nagyon nagy bajunk van nekünk magyaroknak, ha úgy tetszik, skétáknak. Gyönyörűen itt elhangzik, megvitatjuk, még okosságok is jönnek ki belőle, és nem történik semmi. Tehát konkrétan nem látom nyomát, hogy bárhol bármi történne. Tehát ha már itt vagyunk legalább ennyien, akkor próbáljunk meg erőt adni azoknak a szavaknak és mondatoknak, és képviselni, hogy legyen értelme annak, hogy itt voltunk. Gyönyörűen eltelik itt ebből, jó kis meleg van délelőtt, és nem történik semmi. Értem. A következő az elején elnézést nem voltam itt, de nem tudom, a lítiumról volt-e szó. Végig arról. Hogy ezt akartam mondani, hogy a nem csak a hajdúszoboszlói, hanem a magyarországi alföldi kincs, tehát a gyógyvízkincs is igen komoly veszélyben van. A harmadik, ugye itt az úr már nincs itt, aki mesélte, hogy itt eleve két állam működik, amit de szeretném jelenteni, hogy 1944 óta ez három. Mert a magyar királyság sem szűnt meg, Ludányi Horváth Attila környéken itt van, lehet beszélni. Erre az a bizonyos sztálini, Rákos és stb. De az legalább alkotmány. 1947-48-ban ráépült, amit 89-ben sikerült így úgy összefoltodva megújítani, és idáig jó volt, valamikor 2010-11-ig. És akkor meghozták ezt a förmedvényt, ezt az alaptörvényt, amit nem olyan régen, ugye a mattosok egy olyan 5 éve elkezdték vizsgálgatni. Ez a magyar államtárs tulajdonosai típusú, a magyar állami tulajdonosai és tagjai típusú szervezet, ők a magyar köztársaság tagjai velünk együtt itt. Ami annyit jelent, Ágnes kolléganő rázza a fejét, hogy borzasztóan nem érdekel, lényeg az, hogy... De ne szóljál meg! De ne haragudjon, jó, mert én beszélek. Ugyanis ez a következőt jelenti, ha valaki az Európai Unió által elismert egy földrajzi területen működő két állam, mert ezt az Európai Unió is elismeri, működtetését megnézi, akkor pillanatok alatt el tudja dönteni, hogy a New Yorkba bejegyzett Magyarország ZRT és egyéb KFT-nek a fennhatósága alatt óhajt élni, mert ez csak rajta múlik, vagy átlép ebbe a bizonyos másik szervezetbe, ami jogfolytonos. A most lévő nem állam ZRT, az nem jogfolytonos, ezt az alaptörvényre ki is jelenti. Be van írva a valamelyik első sorban. Tehát azt szeretném kérni, hogy ezt gondolják át, de főleg az első javaslatomat, hogy ha már valami eredményre jutott itt ez a kis társaság, akkor erő is legyen mellette, mert ilyen eredményekkel rekesztjük a Dunát, mégse érünk semmit. Köszönöm. Következő előadás kezdődne, tehát már csúszásban vagyunk. Igen, elnézést is kérek a következő előadótól. Még akkor ehhez kapcsolódóan egy mondatot hadd tegyek hozzá a lítiumhoz. Valóban az akkumulátor iparági stratégiában szerepel a lítium, és a lítiumban gazdag vizek kibányászása. Itt azt kell, hogy elmondjam, hogy Németországban próbálkoztak már ezzel. Ott magasabb a lítium tartalma egyébként a víznek. Itt főleg
meg más típusú vizek vannak, de mikroföldrengésekkel járt együtt a kinyerése, ezért abba hagyták ezeket a vizsgálatokat. Előfordulhat, hogyha meg fogja érni, mert meglehetősen drága, és mondom, a magyar gyógyvizekben kevesebb lítium van, előfordulhat, hogy valóban veszélybe kerül, illetve arról, hogy mit lehet tenni és mit lehet cselekedni. Kérem, hogy itt van a Miakőnek a sátra, jöjjünk ki, beszélgessünk, folyamatosan szükségünk van egyébként szakértőkre, megmutatjuk és elmondjuk, hogy mit teszünk és mit szeretnénk még tenni. Nagyon-nagyon hálás vagyok önöknek, hogy ilyen türelmesek voltak, meghallgattak. Annak, aki utánam következik, elnézést kérek, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.